Január 8-án hétfőn véget ért a téli szünet, és újra elfoglalták helyüket a diákok az iskolapadokban. A legkisebbek pedig visszatértek az óvodákba. Az évnek ugyan vége van, de a 2023-24-es tanévnek korántsem. Az első fél évet az iskolákban január 19. napjával zárják. Másnap, január 20-án délelőtt 10 órakor írják majd a gimnáziumba jelentkezők a központi felvételi vizsgát. Ha valaki igazolható indokkal, mint például megbetegedés miatt nem tud részt venni a központi felvételin, lehetősége van január 30-án délután 14 órakor pótolni a teszt megírását. Az egyetemre készülőknek pedig fontos dátum február 15-e, amikor is utolsó lehetőségük van megjelölni a választott felsőoktatási képzéseket. Az első hosszú hétvégét a diákok március 15-től pénteki naptól tölthetik otthon. Csak 18-án hétfőn kell ismét ellátogatniuk az iskolába. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 28-án csütörtökön lesz, a tanítás újra pedig április 8-án hétfőn fog kezdődni. Május 1-e a munka ünnepe idén szerdai napra esik, így ezen a napon nem lesz tanítás, ahogy május 20-án pünköst hétfőn sem. Az írásbeli érettségi vizsgák május 3-án kezdődnek, és május 27-ig tartanak majd. Az első, mindenki számára kötelező írásbeli vizsga május 6-án, 9 órakor magyar nyelv és irodalom vizsgával fog kezdődni. Ezt követi majd a matek, a történelem, az angol és német nyelvek, majd a szabadon választható tantárgyak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2024. június 5-én kezdődnek, és június 12-ig tartanak majd. A középszintű szóbeli vizsgák csak ezt követően jönnek. Ezek 2024. június 17 és július 3 között lesznek várhatóak. Az idei tanév utolsó tanítási napja 2024. június 21-én, pénteki napon lesz.